És akkor kezdjük. Tehát jó hangosan, jó? Hello, és üdvözöllek titeket. Én Kántor Szellagóra vagyok, a Erézien Magyarország Országos Koordinátora. És készültem nektek egy előadásra mai napra. Az a címe, hogy a TZM egyszerűen, hogy megértsük, hogy nagyjából miről is van szó. Miért beszélünk arról, amiről beszélünk, és miért fontos ez? De szerintem akkor kezdjük is el. Szóval a Zeitgeist mozgalom egy globális, erőszakmentes, politikamentes fenntarthatóságot elősegítő szervezet. És sokan egyébként azt hiszik a népből, hogy ez egy német kezdeményezés, de valójában USA-ból indult. Bizonyos Peter Joseph-et kértek meg arra, hogy alapítsa meg a mozgalmat, csak az a helyzet, hogy az angol nyelvben nem nagyon van erre egy jobb szó, korszellemre, mint hogy Zeitgeist, úgyhogy ez ezen a néven fut. Azon vagyok, arra vagyok kíváncsi, hogy vajon tudom-e, aha, itt a gombára. Jó. Tehát a Zeitgeist igazából a korszellem, ez egy időszak internettel és erkölcsi és kulturális közhangulata. Igazából ez azt jelenti, hogy társadalmi szinten mik azok a hitek, tévhitek, gondolatok, egymáshoz való viszonyunk és egymáshoz kapcsolódó elképzelésünk, vagy egyáltalán a világról, vagy a gazdaságról, társadalomról alkotott képünk. A mozgalom pedig egy valamely szervezet csoport közös szélén végzett tevékenysége. A Zeitgeist mozgalom kimondott célja, hogy kicsit változtasson, kicsit korszerűsítsen a jelenlegi korszellem, amivel legalább évtizedekkel el vagyunk maradva. Hogy miért ez az előadás során kiderül. Menjünk most tovább. Igen. Szóval mindannyian tisztában vagyunk a legnagyobb problémákkal, a környezetszennyezés, szeméthegyek, növekvő egyenlőtlenség. Sokan nem tudjuk, hogy annyira fenntarthatatlan a jelenlegi gazdaságunk, hogy jelenleg már másfél földre lenne szükség ahhoz, hogy fenntartható módon tudjuk kielégíteni a szükségleteink. Valós. 2030-ra pedig már kettőre lenne szükségünk. Csak egyen tudunk gazdálkodni, szóval a fogyasztásunkat egy bolygóhoz kell igazítani. Szokták mondani, hogy hát majd elmehetünk az aszteroidákra bányászni, és akkor majd sokkal több lehetőségünk van. Persze ez részben benne van, de a környezet attól még nem fog többet elbírni. Tehát hogyha még több nyersanyagot beoldunk és még többet szennyezünk, attól a környezet meg ugyanúgy összeomlik, és talán ez az egyik legnagyobb probléma. Akkor ez a második dolog, ugye az első nagy probléma az a környezetszennyezés, az ökológiai katasztrófa, a második az, hogy kimerülnek a nyersanyagok, az olajról tudjuk, hogy egy véges erőforrás, csak általában azt már nem, hogy mikor lesz ebből igazán probléma. Illetve van még egy fontos dolog, a ritka fémek, amik nagyon-nagyon fontosak jelenlegi elektronikai eszközök közé, már nagyon kevés helyről származnak, például Kína adja ezeknek a 95%-át, mint a ritka fémek termésének, mert már annyira elfogyott a világon, illetve már stratégiai okokból visszatartják a kitermelését, például az UFA. És akkor a társadalmi problémák. Ez egy olyan dolog, hogy sokan nem tudják, hogy igazából legalapvetőbb javakból, mint például élelmiszer, ivóvíz, vagy akár a lakások már bőség volna, ha eljutna a megfelelő emberekhez. Tehát élelmiszerből például 10 milliárd embernek elegendő termünk, csak ebből nagyon sokat elveszítünk a pazarlás során, és ugye nyilván nem kell oda a rászoruló. De persze az is ott van, hogy sokat termelünk bioüzemanyagot, pedig ahelyett élelmiszert is termelhetnénk, és máshogy megoldhatnánk ezt a problémát, eleve nem túlhatékony, talán a cukornál, de még elmegy ilyen téren. De például ott van a banán, kávé és egyéb hasonló ültetvények, amik helyben igaz,
ugye nem olyan egyszerű mondani. Kiderülteni. Ugye világosnak tűnik, hogy nem olyan könnyű a helyzet, és hogy nagyon összetett, és sok olyan dologról, sok olyan dolgot meg kell változtatni, ami ezek sokan nem ismernek, hogy azt hiszik, hogy ezzel kapcsolatban elértük a fejlettség legmagasabb fokát, nem feltétlenül van így, ugye gyakori a tétek. Ugye világosnak tűnik, hogy olyan józanul és logikusan, ahogy csak lehet, fel kell készülnünk, hogy megkérdőjelezzük mindent a mostani társadalmi gazdasági rendszerrel kapcsolatban, és akkor, amiről kiderült, hogy mégiscsak jó, azokat újra elfogjuk. De először annak kellene kezdeni, hogy megkérdőjelezzük mindent, ugye mindig kell. És amikor megpróbáljuk eldönteni, hogy mi állja meg a helyét, és mi nem, akkor csak is a bizonyítékot a távon visszakozhatunk, a személyes és érzelmi szempontokat figyelmen kívül hagyva, amennyire csak lehetséges, hogy egy ilyen összetett és nagyon nagy volumenű problémát megoldhassunk, illetve több problémát egyszerre. És ugye sokan nem is tudják, hogy miért fontos ez. Miért elengedhetetlen a fenntarthatóság? Miért kell nekünk ezeket a imént felsorolt három nagy problémát, a környezetszennyezés, a nyersanyagok kimerülését és a szegénységet megoldani? Most azért, mert a jelenlegi trendek mellett az MIT kutatása alapján legkésőbb 2030-ra összeomlhat a világgazdasága, és jelenleg semmi jel nem mutat arra, hogy ez jó irányba változna, szóval ezt nekünk kell valahogy elősegíteni, másnak fogja. És ugye miért gondolsz, hogy összeomlik a világgazdaság? Mert ezzel a meglévő elosztási csatornák megszűnnek, arra vagyunk utalva, mondhatok ezzel, ami itt helyben van a közelünkben, és egy kvázi Mad Max világ is eljöhet, állandósult a nyersanyagtáborunkkal. Ugye, de ugye nem könnyű ezt a megelőzni ezt az egészet, mivel már kialakult, behenult rendszerek működnek és egymással kapcsolatban vannak, például gazdasági rendszer, politikai rendszer, és ezekre vajon kevés hatásunk van, ugyanis attól függetlenül például, hogy választunk, nagyon valószínű, hogy nem a mi érdekeinket fogják mégsem figyelembe venni. Sokan nem tudják, hogy a politikusok is többségében a vállalatok és a bankoknak az emberei lényegében. Elszaladtunk egy kicsit. A lényeg az, hogy megismerjük, miért olyan nehéz egy jelenlegi rendszer keretein belül elérni a fenntarthatóságot, vagy mondhatnánk, hogy miért lehetetlen. Hát mik azok a struktúrális akadályok? Itt először nézzük meg a leggyakoribb tételeket. Sokan azt mondják, hogy a fenntarthatóság eléréséhez még szükség van egy tudományos technológiai áttörésre. Az a helyzet, hogy a fenntarthatóság eléréséhez az összes szükséges technológia rendelkezésre áll, csak nem használjuk azokat kellően széles körben. Ugyanis a fenntarthatóság nem egy szempont a piacgazdaság esetében, ott a profit termése legfontosabb, és ilyen minden más magamnak értesít. Ezért esetleges a fenntartható módszerek alkalmazása. A másik nagy probléma, hogy azt hiszik, hogy mindig növekedni kell, folyamatosan növekedni kell. Ez persze jó azoknak, akik ebből profitot látnak, de nem feltétlenül jó a hosszú távon mindenkinek. Másik óriási tévhit, hogy az ember természeténél fogva magú, versengő és önző, úgyhogy ne is reménykedjünk semmi jobb rendszer kialakításában. Elfelejtjük ilyenkor, hogy az ember alapvetően egy társas lény, azaz empatikus, tehát képes, legalábbis az esetek többségében, átérezni mások érzéseit, képes az önzetlenségre is, az igazságosságra és a kooperációra. Az első elszigeteltség, ugye, amit a jelenlegi rendszer úgymond hirdet, hogy majd egyedül mindenki milyen sikeres lesz,
az elszigeteltség ugye igazából komoly stresszt és mentális problémákat is okoz. Ezért igazi büntetés, például a börtönökben magánzárkákba szállóban nem túl kellemes érzés. Először azt mondjuk, hogy milyen könnyen megy, de néhány órán belül kiderül, hogy rettenetes érzés. A homoság, az önzés és a versengés igazából a szűkösség eredménye, ami körülbelül 12 ezer éve a neolitikus forradalom után jelent meg, amikor is miután már letelepedtünk, nem nagyon volt lehetőségünk arra, hogy szűkösség esetén továbbálljunk. Tehát, hogyha nem volt egy jó évünk, akkor bizony szűkösség volt, így az emberek onnantól kezdve igyekeztek felhalmozni a javakat, hogy bebiztosítsák a túlélésüket. És onnantól kezdve, hogy elkezdtünk felhalmozni, elkerülhetetlen volt az egyenlőtlen felhalmozás. Erre még egyszer, ez nem a mi természetünknek fakad, megvan erre bennünk a lehetőség, csak hogyha kicsit okosabban szervezzük a gazdaságunkat, akkor nem feltétlenül jutunk ilyen kellemetlen helyzetekbe, és egymás kizsákmányolására. A jó hír az, hogy már a letelepedés mellett is sikerült elérnünk a bőséget, köszönhetően az ipari forradalomnak és a zöld forradalomnak, amik először a ipari javakból nagyjából a 800 elején, majd a 800 közepén vége felé a mezőgazdasági javakból is megteremtették a bőséget. Ezért mondhatjuk azt ma, hogy 10 milliárd embernek elegendő élelmiszert termelünk, még ha nem is jut el mindenki ez. De az már csak a hosszas. Ugye van még egy nagy déficit, hogy az emberiség nem feltétlenül előrelátó, vagy elég hogy nincs meg benne a képesség arra, hogy társadalmi szinten belássa azt, hogy vesztünk be rólunk, és hogy ezért már most lépéseket tennünk, ugye kell tennünk, hogy elkerüljük. És akkor azt mondják, hogy az emberiségnek szüksége van egy nagy katasztrófára, összeomlásra, vagy világháborúhoz, hogy észbe kapjon és elinduljon a fenntarthatóság felé. Most az a helyzet, hogy világháború már volt. Azóta se indultunk el a fenntarthatóság irányába, sőt, néhány évtizeddel azután léptük át a legutóbbi világháború után léptük át a föld átható képességének a legelső határa. És ugye sokszor katasztrófa történt már, például a Deepwater Horizon halálkatasztrófa, a Szíria elsivatagosodása, ami ugye nagyban hozzájárul jelenleg a migráció válsághoz. És már most egyre többen tisztában vannak az, hogy a fenntarthatóságra kell törekedni. USA-ban például nemrég volt egy ilyen közvélemény kutatás, az embereknek több mint 70%-a válaszolta azt, hogy ő, ha tehetné, vagy ő alapvetően jó dolognak tartja a fenntarthatóságra való törekvés. Mégis nem sok lehetőségünk van erre. A piac ösztönző rendszere ugyanis nem engedi a profitra törekszik az összes termelő, és ha azt gondoljuk, hogy majd a társadalomnak a mentalitás váltása a piacon belül megoldja ezt a problémát, és majd fenntartható forrásból származó javak fognak vásárolni egyre inkább, akkor majd minden rendbe jön. Hát ugye ezzel az a legnagyobb probléma, hogy ezek a termékek jellemzően drágábbak, a társadalom nagy részének eleve nincs erre pénze, mikor alkalmása. Másrészt nagyon nehezen lekövethető, hogy igazából mennyire fenntartható a terem. Tehát érdemes tisztában lenni a greenwashing fogalmával, amikor a gyártó marketing révén ráfogja, hogy ez zöld a fenntartható termék, aztán nem biztos, hogy még fogva. Így erre nem nagyon lehet alakozni igazából. Most egy világháború igazából, tekintve, hogy most már rendelkezünk atomfegyverekkel, igazából végzetes volna. Szóval erre ne várjon senki, mert akkor valóban eljöhet a Mad Max világ, ahogy azt már nem egyszer filmáztam, vagy jelentették. Szóval igazából az a céljunk, hogy elkerüljük ezeket a katasztrófákat, nem az, hogy sietes. Ma de akkor nézzük meg, hogy miért is mik azok a legnagyobb akadályok a jelenlegi rendszeren belül,
amik elejét veszik annak, hogy elérjük, eleve lehetetlenül teszik a fenntarthatóság elérését. Ugye az ösztönző rendszerek révén pozitív, negatív visszacsatolás. Az első nagy struktúrális akadály az a jelenlegi bankrendszer, az a tartalékrátás bankrendszer. A pénznek a java része így jön jelenleg létre a Földön, kivéve a készpénzt, ami egyébként a fejlett társadalmunkban, bizonyos szinten fejlett. A teljes pénz forgalomnak csupán néhány százalékát teszik ki. Angliában például 4, USA-ban 2 százalékot teszik ki a készpénz, az összes többit az lényegében a bankok teremtik, néha-néha maga az állam is, de ez nem túl gyakori. És ugye ezzel az a helyzet, hogy a nemzeti bankok, vagy a központi bankok, azok igyekeznek szabályozni ezt a pénzteremtést, és ugye nem tudják teljesen, teljes körülön szabályozni. Például szabályozhatják elsősorban a kamatrátának a növelésével, emelésével, ez hatása van arra, hogy mennyire gyorsan teremtik a bankok a pénzt, de például azt nem tudja megelőzni, hogy elszabaduljon az infláció, és hogyha a bankszövetség mondjuk úgy dönt, hogy ennyire kevesebb pénzt bocsát ki, akkor azt sem tudja megakadályozni. Viszont, hogyha elkezdene az állam nyomtatni a készpénzt, akkor ez lehetőségét adna tartani tehát a révén a bankoknak, hogy még 10-szer annyi pénzt nyomtassanak, és így megint csak infláció lenne. Az egyensúly megtalálása ebben a rendszerben nagyon nehéz, mármint az infláció és a defláció között egyensúly. Ez egy ilyen kép arra, hogy hogyan is teremtik a bankok a pénzt, ilyen többszörösen egymás fényül van egy alapbetét, 9-szer előtt tudnak kiadni, akkor is letehetnek még egy másik banknál betétet, akkor az még maradék 9-szer ennyi, és így tovább, és így tovább. Igazából már az is probléma, már az első lépcsős probléma, azt mondom, hogy felettős helyesen elvédni. Ugye sokan azt hiszik, hogy a bank csak azt a pénzt adhatja oda az ügyfélnek, ami már megvolt a bank törzstőkéjében, vagy netán a nagymama beadta. Most a tartalék rátási bankrendszerben, ami körülbelül egyébként olyan 340 éve az angliai polgári forradalom idején alakult ki, ebben a rendszerben nem egészen így működik. A bank ugyanis annak idején még papír alapon működött, ez most már inkább számítógépen. Egyszerűen csak létrehozhat egy összeget valakinek a számláján, és igazából nem is adja a bank ilyenkor, mert neki nem volt, hanem teremti. És amikor az ügyfél elkezdi fizetni a törlesztő részletet, az már nettó nyereség a bank számára. Ha teljesen visszafizette, akkor ugye van a kamatrész, azt a bank elteszi, a maradékot, a tőkerész az pedig megsemmisíti, így működik jelenleg a bankrendszer. Egyébként külön érdekesség, hogy ugye jellemzően jelzálogot szoktak kérni a bankok a kockázat biztosítására, ami a esetek mondjuk akkor így 10%-ában mondhatjuk, hogy jogos, de a nagy részében abszolút semmi alapja nincs, mert még olyanra is jelzálogot kérhetnek, ami esetén semmi kockázatuk nem volt, az előzőnek teremtették. Most ez a gyakorlat, azt, hogy folyamatosan növelik a bankok a gazdaságban élő pénzmennyiséget ezzel a nagyon nehezen szabályozható pénzteremtéssel, az hozzájárul a második struktúrális akadályhoz, a végtelen növekedés, ez egy végtelen növekedés. Ugye persze ennélkül is megvan az, hogy szeretne minden vállalat profitot növelni, szóval a pénzrendszertől függetlenül is benne van az a rendszerben, ez a folyamatos növekedés való törekvés, az emberek minél többet vásárolnak egy profitábilis terméből, akkor nyilván több lesz a profitja az égnek, és erre törekszik. Akkor igyekszik olyan reklámot gyártani, ami arra sarkalja az emberek, hogy minél több ember sarkal arra, hogy megjárt elmények. De erre még egyszer a tartaléklátás bankrendszer rájátszik, ugyanis ha minden évben egyre több a pénz, és nem elég a termelés, akkor az infláció elkerülése véget, beavatkozik az állam, és igyekszik olyan ágazatokat támogatni, amik
mind többet termelnek, hogy utolérjék a pénzmennyiséget, és ne legyen infláció. Ugye ez a növelni kell a GDP-t történet. De igazából nem növelni, hanem csökkenteni kellene a fogyasztást, ez az a GDP. Ennek több módja van. Például a technikai hatékonyság növelése, ami a hulladék, illetve hulladék hő arányának a csökkentését jelenti, illetve a megosztás révén. A már meglévő jövedelmeket és a csökkenő jövedelmeket pedig minél egyenlőbben kellene elosztani. Ugye, hogy minél kevesebben maradjanak le arról, hogy hozzáférhessenek a túlélésünkhez és életünkhez szükséges javakhoz. Megjegyzendő, hogy a megosztás bőven ellensúlyozhatja a jövedelem csökkenését, mivel bizalmi alapon alacsonyabb jövedelem mellett, vagy akár anélkül is hozzájuthatunk fontos javakhoz, hogyha ezt mások hajlandóak megosztani felül. Nyilván ehhez szükség van egyfajta bizalomra, a bizalomhoz pedig egyfajta közösségi építésre. Így a közösségi építés nagyon fontos eleme a mozgalomnak a gondolatmenetében. Egyébként ahhoz, hogy ez a jelenlegi rendszer tovább működjön, problémákra és alacsony hatékonyságra van szükség, amiket állások révén pénzért cserébe orvosolnak. A problémák megoldását a mai világban nem jutalmazzák, mivel a problémák potenciális profittermő lehetőségek, illetve ha sok a probléma, akkor a politikusokra is szívesebben elmennek az emberek szavazni. Így aztán a problémák kezelésében érdekeltek mind a vállalatok, mind a politika, de azok megoldásában vagy megelőzésében nem. És a jelenlegi rendszerben mind több fogyasztásra van ahhoz szükség, hogy egyáltalán biztosítsuk a munkahelyek állandóságát, a pénz áramlását, és ugye exponenciális növekedésnek nagyon nehéz az emberek számára felismerni, de nem szokott jó vége lenni. Főleg nem egy végeles erőforrásokra rendelkező kormány. Ugyanakkor a munkahelyeket egyenként fenyegeti a technológiai munkanélküliség. Hallottunk a Luddite-ról, meg a Luddite érvelési hibáról. A lényegében arról volt szó, amikor először megjelentek a gépek a munkaerőpiacon, például a könnyűiparban, a olajiparban, akkor a géprombolóknak az egyetlen válasz az volt, hogy akkor pusztítsuk el a gépeket, és akkor megmaradnak a munkát. Aztán idővel sikerült munkáját találni ezeknek az embereknek, ezért azt szokták mondani, hogy Luditáknak hibás az érvelésem, mert amit a gép elvesz munkáját, az majd valamilyen módon megjelent később más formában. Szóval az a helyzet, hogy ez a fajta automatizálás is szintén exponenciális, tehát hogy egyre gyorsabb ütemben automatizálnak, és eljuthatunk oda, hogy az ember még el is megy továbbképezni magát, mire véget ér a 2-3 éves továbbképzés, addigra már azt a kiszemelt munkát is növekvő mértékben automatizálják, és nehezen talál munkát. Már most ott járunk, hogy USA-ban minden egyes újonnan megnyíló munkájára 3 munkakereső akad. Akkor gondoljuk el, hogy közben még egyre gyorsabb az automatizáció, komputerizáció, és olyan munkájákat is tudnak már automatizálni, komputerizálni, amikre most nem is gondolnánk, például ügyvédboltár vagy diagnosztár. Egyébként a bevásárláshoz már most látjuk, hogy nincs szükség kasszásra, vannak már olyan robotok, amik főznek, megcsinálják a hamburgereket, sőt még meg is lehet rendelni a kioszkokon. Egyetlen ember se kell gyakorlatilag hamburgeres gyorséttermekben. És a közvédelem ellentétben már Kínában és Indiában is automatizálnak, mert nem csak olcsó, de termelékenyebb, és az automatizálás is alacsonyabb a saját terület. És hát itt az ideje lassan, hogy rájöjjünk arra, hogy nem tudunk versenyezni a robotokkal, és nem is feltétlenül kell. Ugyanis azt fejekben meg lehet oldani azt, hogy elválasztjuk a jövedelmet és a megélhetést a munkától.
ennek számos lehetőség van, például egy az alapjövedelem, nem feltétlenül egy mindenre hatásos panacea, de talán egy jó lépés. Ugyanaz, ugyanakkor viszont ezt nehéz volna elérni, mivel ennek politikai útja lenne, szóval talán érdemes egyéb lehetőségeket is megfontolni. Ugye itt láthatunk egy művészi reprezentációját annak, hogy az emberek küzdenek a géppel, de ez a, ahogy a képből is sejthető, igazából nem a mi jön fel ez a küzdelem. És sokan nem tudják, hogy a kutatások alapján kiderült, hogy a leginkább a középosztálybeli emberek munkái vannak a legnagyobb veszélyben, illetve eltűnőben már most. És ami új munka keletkezik, azok egyrészt kevés, magasan képzett munkát igényel, magas a képzettséget igénylő munkák, amiket egyébként jól megfizetnek, például programozók, csak ugye nem sok mindenki alkalmas rá, egyrészt, másrészt nem is kell sok ilyen munka. A másik az kevés, alacsony képzettséget igénylő, de alulfizetett munka keletkezik. Amikre már most többszörös túljelentkezés van, ezért is annyira alacsony a fizetés. És ugye az emberek alternatív megélhetésére ki vannak szolgáltatva a munkaadóknak, ezért már most érdemes elgondolkozni azon, hogy hogyan tovább. Ugye egyes tanulmányok szerint, például az USA-ban folytattak ilyet, 2019-re a munkanélküliség elérheti a 25%-ot, legutóbb a nagy gazdasági világválság idején volt ennyi, illetve egy nagyobb átfogó tanulmány 2033-ra prognosztizálta az, hogy akár a munkahelyek 46%-át is automatizálhatják, illetve komputerizálhatják, és ugye erre van is ösztönző erő a piacgazdaságban a termelők részéről, ugyanis, mint mondtuk, olcsó termelők és alacsonyabb a sajátlány. Ami a föld nyersanyagének intelligens menedzselésén alapul. Einstein mondta annak, hogy nem oldhatjuk meg a problémáinkat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük. Tehát a jelenlegi problémánk nagy része a jelenlegi gazdasági rendszer alapmechanizmusaiból, a versenyből, a monetáris rendszerből, a növekedési kényszerből, az is a mély örökfokat, és az automatizáció jelentett a problémából fakad, ami viszont a jelenlegi rendszernek egy alaptényét, vagy egy ilyen alapvetését jelenti, hogy a megélhetés az a munkához van kötve. Tudod, ez a rendszer nem sok lehetőséget hagy, hogy egyáltalán elérjük a fenntarthatóságot. De van egy módszer, amivel képesek vagyunk ezt a célt megvalósítani. Ez pedig nem más, mint a tudományos módszer. És az erre alapozott természeti törvény és előforrás alapul a gazdaság. Aminek a legalapvetőbb definíciója talán az volna, hogy a tudományos módszer alkalmazása a társadalmi gazdasági kérdésében. Ugye nagyon érdekes, hogy már egy ideje megvan ez a 400 éve körülbelül a tudományos módszer rendelkezésünkre áll, és eljutottunk már vele a Holdra, ami 10 évvel a megtörtént előtt senki se tartott volna lehetségesnek, és felfedeztük az antibiotikumokat, szóval rengeteg életet meg tudtunk már menteni. Csodálatos mérnöki teljesítményeket tett lehetővé, de valamiért a gazdaság és a társadalom terén mégsem használjuk, annak ellenére, hogy a adatok már rendelkezésre állnak. Tehát tudjuk, mit kellene csinálni, de mégsem tesszük. Például egyik legnyilvánvalóbb dolog az, hogy szociológusok, neurológusok már évtizeden mondják, hogy annak van értelme például, hogy elzárjuk a társadalomra veszélyes embereket a társadalomtól, de az, hogy azon felül még büntessük is, az nem csak, hogy nincs értelme, de kontraproduktív. Ugyanis annál keményebben kerülnek ki egyszer a büntetésvégrehajtásból, már az egész neve is büntetésvégrehajtás.
és egyre erőszakosabbak lesznek. Azért, mert büntetjük, megalázzuk, és a többi. Szóval ez pont egy jó példa. Viszont az helyzet, hogy nem nagyon lettünk volna képesek a néhány évtizeddel ezelőttig egyáltalán megpróbálni megvalósítani ezt a rendszert, az erőforrásnak a társadalmat, amit a tézemre mosolok. Ugyanis egyrészt a tudományos módszer az ugye néhány száz éve keletkezett, viszont a ipari és mezőgazdasági termés csak néhány évtizede ért el arra a szintre, hogy egyáltalán meg tudjuk teremteni a bőséget, ami ennek a rendszernek az alapját képezi. Beszélek egy kicsit a rendszernek a jellemzőiről, bizonyos erőforrásokat megközelítve, például energetika, élelmiszer, ivóvíz, építkezés, közlekedés, vegyük ezeket sorba. Hát abszolút fenntartható energiabőséget tudnak biztosítani. Jelenleg a megújuló energiaforrások a világ államtermelésének csupán 21%-át adják, a teljes energiaigénynek inkább csak 10. A közlekedésben pedig alig mérhető az arány. Ám a megújuló energiaforrások egyébként egyenként is elegendőek lennének arra, hogy ellássák az emberiség jelenlegi energiaigényét, főleg együtt. És ha már tudományos módszer és számok, sokaknak nehéz ezt bevenni, nehezen veszik be a gyomra, de akkor is érdemes megemlíteni, csak hogy teljes körben képben legyünk a dolgokra, a nukleáris energia. Ami a közhiedelemmel ellentétben az egyik legkörnyezetbarátabb energiatermelési mód. Például életciklus viszonylatban kevesebb széndioxidot bocsát ki, mint a napelem. Ugye életciklus viszonylatban bele kell számolni azt, hogy megtermeljük, elviszük, egyszer összeszereljük, stb. Léteznek már erre számítások. Sorvel alacsonyabb egyes számítások szerint egy nagyságrendel is alacsonyabb, mások szerint csak fel annyi, kétszer annyi. Ugye bizonyos országokban messzebbről, közelebbről jön a nyersanyag, ez kicsit eltérő is lehet, de a jellemzően elmutatott, hogy kevesebb károsanyag kibocsátás köthető, adott kilowattóra megtermelt energiára, vagy áramra, vagy veszük. Atomenergiából, mint például napelemből. A másik, hogy paradox módon, igazából például a szénerőműhöz viszonyítva százszor kevesebb sugárzás bocsát ki az atomerőmű, mint a szén. Miért van ez? Hogy lehet ez? Hogy fordult az egyáltalán? Ja, az a helyzet, hogy a szénbe gyakran uránium és tórium részecskék ágyazódnak, és amikor elégetjük ezt, és ugye a költségcsökkentés és a profit növelés szempontjából jelenleg nem nagyon szokták szűrni, vagy legalábbis többnyire nem szűrni ezeket a füstöket, és úgy, ahogy van ki. Ez mondjuk csak Indiára, Kínára, stb. És ezért fordulok ez elő egyáltalán, hogy többet sugároz a szénerő, mint a atomerő. Ilyenkor szokták mondani, na jó, de hogyha egy nagy katasztrófa történik, akkor a sokkal jobbat. Nyilván szoktak volt történni katasztrófák, illetve még néhány év is történt. De az a helyzet, hogy sokan el se tudják, egy évben az összes szénerőmű 270 Csernobilnak megfelelő sugárzást bocsát ki. Gondoljunk csak bele, hogy hány Csernobilt kellene megtörténnie évente, hogy elérjük azt, amit a szénerőművek csak úgy simán kibocsátanak. Egyébként a Csernobilban nagyon nagy valószínűséggel nem fog még egyszer előfordulni, mert egy nagyon primitív és rosszul kigondolt reaktortípus volt, ami a Fukushimát illeti, ott pedig hát alapszabály, hogy földrengéses területre, cunamis területre nem igazán kellene építeni atomerőművet, akkor már sokkal jobb lenne, hogyha a geotermális erőműveket igyekeznénk kihasználni. Szóval logika, és nem a költséghatékonyság, hanem logika és a tudományos módszer alkalmazásával feltáratnánk, hogy mely helyeken mely energiaforrás a legalkalmasabb arra, hogy bekapcsolódjon egy világméretű energiahálózatba.
Ugye Franciaországon például évtizedek óta egészen magas arányát adja az atomenergia. Japánnak eleve nem lett volna értelme ezzel kísérleteznie, pont azért, mert veszélyes helyen van. Ugyanakkor Kínában a szénerőműveket nagyon jól ki lehetett volna váltani atomerőművel, ez annyira nem egy földrengéses terület, és hogyha ezt megtettük volna, akkor ugye sokkal kevesebb sugárzást és szmogot bocsátottak volna ki. Csak hát ugye az történt, hogy a profit és a költséghatékonyság mindent felülír, és ezért nem vették figyelembe ezeket a megfontolásokat. Mint hogy az élet egyéb tudatása. Nézzük a fenntartható mezőgazdaságot. Ó, ez nagyon jó az autó. De az egyik legnagyobb probléma a mezőgazdasággal, hogy óriási területet foglal, másik, hogy elég sok vizet használ. Igazából a világ teljes ivóvíz felhasználásának 70%-a a mezőgazdaságban realizálódik, és ebből is az 50-60%-a úgy, hogy onkár vagy ki öntözik a földekre és elpárolod, vagy beissza a föld, és nem a termény. Tehát nem a haszonnövény issza a föld, hanem oldalra lefelé elszivárgik a víz, vagy a talajba a víz. Ezért lehet akkor a nagyobb adalmás. És amikor azt mondják, hogy használjunk ilyen takarékos ivóvíz fejet, meg ilyesmiért, akkor mindig gondoljunk arra, hogy a mezőgazdaság ehhez képest az elefánt a szobában. Úgy gondolom, meg nem nagyon foglalkozunk. Sőt, Magyarországon például terve van véve, hogy minden területen valósítsuk meg az öntözés, vagy legalábbis növeljük az öntözés arányát Magyarországon. Nem feltétlenül előremutató kezdeményezés. Mármint fenntarthatóság szempontjából. Piaci megfontolásokból lehet, hogy kiszámíthatóbbá teszi a termény, de nem biztos, hogy e felé kellene belülni. Ugyanis van néhány úgy annak, hogy friss, vegyszermentes étel termeljünk mindenkinek. Erre egy példa hidropónia, ami görögül vízi művelést jelent. Itt láthatunk egy egészen speciális fajtáját. Itt nem is kiterítve vízszintesen, hanem forogva, tehát egy hengerdobban forogva mennek ezek a növények. Így a fény felhasználás kicsit hatékonyabb. Ugyanakkor, ha nem a pincébe rakjuk, hanem üvegházba, akkor még rakom szemlánk se lesz. Szóval ezzel rengeteget meg lehet takarítani. Akinek persze csak pincébe fér rá, mert páros lakó, annak ez nyilván szóba jön, és ezzel nem áll egy kis energiafelhasználás. A hidroponiában az is jó, hogy a növények egyfolytában forognak, azért nem fölfele nőnek, hanem minden irányba. Hát ez egy ilyen speciális rendszer. Igazából fölfele nő, az be van csak a növény, ötször gyorsabban tud. Igen, sokkal gyorsabban nő. Igen, csak ugye az megint energia kell, tehát érdemes végig gondolni, hogy akkor most belemegyünk-e abba a trade-offba, hogy jó, kevesebb víz kell hozzá, mert egyébként tizenannyi vízre van szüksége. Na, kevesebb terület kell hozzá, főleg, hogyha egymásra pakoljuk. Na, de hogyha 10-szer annyi, vagy akár 20-szer annyi energiára van szüksége a világítás, meg forgatás miatt, akkor biztos, hogy előrébb lettünk, szóval. Mindent beleteszünk a mérlegbe, és meglátjuk. Az olyan dolog, hogyha meg tudjuk oldani úgy, hogy természetes fény kapjanak, és... Hát ott van Frescónak a forgótornya. Az se gyerekjátékám. És az nem ilyen pici legózás, mint amit itt a hidropos srácok csinálnak. Az durva. Hát én a holland ilyen üvegházban láttam ilyet, ami ilyen magas, és úgy forog, hogy így körbe cirkulál az egész. Itt a mozgó lépcső. Úgy pontosan. A Szingapurban is van egy ilyen Sky Dream, ott is van, havonta $3 az áram, ami arra való, hogy forgassák. Igen. De ők természetes fényt használnak. Hogyha nem természetes fényt használnak, akkor nem $3 lenne. Ha ugyanezt 30 emelet magas építjük, és erről volt egy igazi tudományos tanulmány, akkor több mint 400-szor annyi ételt tudunk megtermelni ugyanazon a földterületen, mint hogyha egyszerűen csak megdívelnénk, ráadásul ugye vegyszerek használható nélkül. Az olyan, mint az emeletes krumpli föld. Hogy van kb. Egy 20 centis földem, szünet, 20 centis föld, szünet, és akkor minden polcról le lehet venni a krumplit, hanem valami
Varázsló. Ez igazából inkább zöldségekre működik, tehát viszont azon belül minden. Borsó, saláta, retek, répa, stb. A mezők, vagy a gabona növényeknek feltétlenül elvileg meg lehet oldani, csak azoknak tényleg hatalmas terület kell. Nagyobb dobot kell csinálni. Vagy valami, meg de lehet azt oldani. De ugye a kukorica 2 méter, szóval... Hát amit lenne a tanyán csináltunk is, majdnem 4 méter volt. Igen, szóval... Csak az nem egy ilyen szennyezett vacsora. Ezt nem fogod megforgatni a 2 méteres kukoricát. Nem, megvagyjuk. Esetleg búzánál szóba jön. Nem kell annak, hogy 2 méteres legyen, vagy 4 méteres. Így van. Nem a magassága lényeg. Esetleg GMO-val lehet csinálni 50 centis kukoricát, hogyha valaki kezdődik vele. GMO. A másik remek módszer az aquaponia, ami ugyanezt jelenti, az a vízi. Az a halas. Latinum. Igen, nagyon halas, ami kombinálja a hajtenyésztés és a hidroponiát. Így hát szinte műtrágyára sincs szükség, mert folyékony műtrágyára, mert a halak legalább a nitrogénről gondoskodnak a kiválasztások révén. Ugye ammónia, bocsánat, vagy ammónia van a kiválasztások után keletkező melléktermékekben. Azt nitrifikáció során a különböző baktériumok nitritek ki, majd nitrátokká lakít, és szóval föl tudják venni a növényet. De nyilván, tehát egyéb makromolekulák, meg még mikroelemek is kellenek, azt adott esetben folyékony nitrágyával lehet föltolni. Chicagóban, sőt, már Kaposvárok is van a kaponikus farm szervezett keretek között, de van ilyen, nagyon egyszerűen meg lehet csinálni ilyen homemade DIY módszerrel is ezeket az aquaponikus farmokat, és üvegházi módszerrel, és nagyon egyszerű módon nagy vizes hordókkal lehet gondoskodni arról, hogy télen a nagy fagyba se menjen tönkre a termény, mert ugye a víz lassabban melegszik fel, és lassabban adja a hőt le. Hőtárolás. Nem is a hőtárolás, hanem jobb a hőtartó. Hőtárolás. A hőtárolás, így van. Ezt sikeresen tesztelte egy magyar házaspár. Hát igen, egy srác volt, aki ebben nagyon benne volt, aki időként informatikus, ha jól tudom, de sokat olvasott, és azt mondta, hogy nagyon kipróbálja otthon, és a YouTube-on már elkezdte feltölteni a videókat, viszont mondta, hogy hát amíg ő ezt ki nem próbálja, hogy ez beválik, addig senki nem utánozza, majd hogyha túlélte a telefon, az első telefon hidroponikus farmja, ez nem most volt, akkor majd szívesen ajánlja. És majd az előadás végén utána nézek, hogy is hívják ezt a pasítanat, az alapján meg lehet találni a YouTube-on a videóit. De a 10.hu-n az aquaponiáról szóló cikk alatt ott vannak a linkek, amik ezeket a videókat. Na, most az helyzet, hogy ezek elég ritkák, még így is. Ugyanis, mint mondtuk, a fenntarthatóság esetleges a jelenlegi rendszerben. Akinek ez fontos, az ilyet csinált, de a termelők, akik egyrészt már kitapasztalták a hagyományos mezőgazdaságnak a működését, nem nagyon fogják már adni a fejüket meg, hogyha nekik az jövedelmező, akkor nem fogják a beruházásokat veszni, hagyni, hanem addig, amíg az be van fektetve, addig jobb pénzt termel rá, de a befektetés nem is feltétlenül úgy működik, egyszer befektetek, és akkor utána az kitart egy darabig, mert folyamatos befektetések vannak, mindegyiknek más a kifutás ideje, ezért nagyon nehéz. Nagyon nehéz volna még, hogyha az egyik termelő gondolkozna is ebben, hogy ilyennel foglalkozzon, mert ez egy mókus kerék, amiből néz ki számít. És ugye a legfontosabb a profit termelés és a költséghatékonysága a jelenlegi rendszerben, és ez minden más megfosztalás felüljön. Egyébként a biogazdálkodás is fenntartható, de ez is csak a teljes élelmiszertermésnek körülbelül 30 vagy körülbelül 3%-át adja. Esetleg sok, és ez is esetleges. Ugye itt láthatjuk egy ilyen elképzelt rajzát egy nagy toronynak. Itt van az aquaponia megvásárolható módszerrel, és ott van elkészített módszer. Másik kocsi. És itt pedig egy aquaponikus üvegházat látom, halak is ott vannak a kép alatt.
nézzük meg fenntartható vízgazdálkodás. Mi az ott az ivóvízgazdálkodás? Hát nem túl jó gazdálkodunk vele. Mint említettük, a mezőgazdaság használja az összes ivóvíz 70%-át, aminek 50-60%-a kárba megy. Lehet rajta javítani azzal, hogy csepegtetünk, múlcsolunk, de így is eliszta a talaj, elmegy visszintesen, függőlegesen, főleg a homokkal, olyan mélyre lemegy a víz, és sose, vagy időben nem tudjuk felszívni a növény, szóval elkerülhetetlenül megpazarlás. Még otthon is a víznek valami százaléka az ivóvízé Magyarországon, egy vécéhűtésre megy el, ami szintén pazarlás. Szomszédos ország, Ausztriában jellemzően kétkörös vízrendszerek vannak, évtizedek óta. Már náluk bevezették, hogy a szürke vizet eleve úgy kötjük be a vizeket, hogy a házba, hogy a WC a szürke vizet kapjon, de ez egyelőre még nem túl gyakori. Viszont lehet ügyeskedni például a zöldség tisztításra, vagy kézmosásra, mosogatásra használt vizet, össze lehet gyűjteni a gödörbe, és akkor majd azzal, hogyha összegyűlt a napig, vagy néhány nap alatt, azzal egyszer leválasztjuk a WC-t, 10 litert nem is tud a vizet. Sok kicsi számít, nyilván a mezőgazdasághoz képest ez nem sokat jelent, mire 1 kg marha húshoz nem 10, hanem 50-120 liter víz kell tartáshoz, hogy függően, de mi elmondhatjuk, hogy megtettünk valamit. Viszont vizet tisztíthatjuk is. Ura, de még a vizeletet is ihatóvá lehet tenni, ezt teszik az asztronauták is, ugye nem is nagyon van más lehetőségük, esetleg az, hogy gyakrabban járnának a szojuzok, és vinnék fel nekik a vizet, csak hát ugye akkor arra nyárban vinnék fel nekik a vizet. Úgyhogy újra hasznosítják a vizet megfelelő szűrőberendezésekkel. Vannak már olyan nanoszűrős pumpák, amikkel egyszerűen meg lehet tisztítani a kocsiját vizét, amiknél például a nanoszűrőnek a rácsai kisebbek, mint a legkisebb vírus, a pólió. Én tudom, a legkisebb vírus, a pólió olyan 25, nem tudom, a mikrométer vagy nanométer, azt hiszem nanométer átmérőjű, még a szűrőnek a rácsai 15 nanométeresek, szóval a vírus is fennakad rajta. Így működik, ozmózis szűrő is így működik, amit a csap alá teszünk. Nekem is van olyan otthon is. És ez 4000 liter vizet tud megszűrni, 4-6, tehát egyik típus a 4000, másik típus a 6000, és akkor utána újat kell venni. Van is ilyen kezdeményezés, hogy vegyél egyet, de ne te használd, hanem hogy Afrikában vigyél fel. Van még hasonló, ennek nem olyan jó a szűrőjegyen. Az, amiből iszik éppen a néger kisfiú, azt nem kell cserélni. Azt egyszer megcsinálták, és kész. Hát abban is van szűrő, az van. Is van, csak amikor eltömedik, visszafelé visszaöntöd a vizet, és nem kell takarítani. Ebből nem kell mindig újat venni. Ez úgy van eleve megtervezve, hogy sokkal nagyobbak a lukak, sokkal nehezebben tömedik el, egy jó pár vírus ugyan átmér rajta, de tisztább a víz, sokkal. Hát nem lehet tisztább, hogy átmér rajta. Nem a másikhoz is, hogy mennyiségben, talán, de az eredeti állapotát. Mennyiségben. Tehát több mint a 90%-át kiszűri, hát 10-et már nem. De viszont nem kell mindig újra, meg újra, meg újra venni, mert ott Afrikában, ahol ez most éppen használva van, hát ott nem túlzottan állnak hegyekbe a pénzek, és így nem tudna például újat venni. Egy ilyen kis szűrőt egy falu használ, hogy igyon. Nem pedig egy kis fiú. Jó. Akkor nem baj, hogy igyon. Egyébként a levegő nedvesség tartalmazó és nyerhető ivóvizet, ezt úgy hívják, hogy kondenzálás, sőt... Úgy hívják, hogy lepedő. Mert amikor köd van, kifeszítesz egy lepedőt, alatta már nincs annyi edényed, hogy az kiszűri a vizet. Ahogy megy a köd, a lepedő egy ilyen lukat képez a ködbe, és az lecsapódik a lepedőn, és tele vagyok vízzel. Persze, tehát egyszerű módok is annak, de még sótanítás a tengerből is, és ugye mondják, hogy milyen drága, valóban háromszor drágább, mint a csapvíz, de ismét nagyságrendekkel olcsóbb, mint a tiszta víz. Egyébként érdemes elmondani, ha már itt járunk, a palackozott víznél, mondjuk veszünk egy 1 literes ásványvizet, ha megisszük a kis 1 liter, csak azt sokan nem tudják, hogy magának a néhány grammos PET palacktól az előállítása, az ipari folyamatokban körülbelül 4 liter vízre van szükség.
úgyhogy ez... Én úgy tudom, hogy pontosan annyi vízre van szükség, amennyit veszel. Tehát a fél literes kispalacnak kicsi fél liter víz kell. Utána én 4 literrel találkoztam, mindenki magának. Utána nincs jó. Lényeg az, hogy még az is volt. De akkor így már értem, hogy itt kint, most a Blahán vagyunk, tehát itt kint a Blahán az aluljáróban miért kerül 350-be fél liter ásványvíz, amikor 200 forint egy köbméter is. Na most már értem, jó van. Jó, de még az se indokolja, tehát óriási hát, profitok vannak. Nem, hát persze, hogy nem indokolja. Ja, Amerikában egyébként az esővíz gyűjtését terület. Így van, így van. És el is visznek érte, hogyha gyűjtöd a vizet, így van. Ez egy állami tulajdon. Tehát ami esik, az így van. Ne nevessetek, mi az a nevetés itt? Tényleg így van. Igen. Nem ihatsz tejet. Tehát ott vagy a farmon, megfejed a tehenet, nem ihatod meg a tejet. Az törvénytelen. Jó, úgyis egészítek. A másik, ebben most nem menjünk bele, mert nagyon sokan szeretik a nyárstejet. A másik, hogy ami jön az ereszről víz, az egy jó pár családházba, hogy lemegy a pincébe, tehát nem megy ki így könyökbe, nem megy ki a füvekre, hogy ez jó van, hanem lemegy a pincébe, és amikor látja a rendőr, hogy lemegy a pincébe, már megy be és házkutatás. Mert az biztos, hogy ott van lenne egy nagy tartály a pincébe, mert ez a kis rohadék, ez nem akarja a közművet fizetni. Törvénytelen, hogy nem használsz áramot. Törvénytelen, hogy nem használsz csapvizet. Csatornát. Ez az offlink ház, vagy hogy hívják? Offline ház? Offlink? Off-grid ház is. Minden államban van ez. Én Floridában hallottam, hogy Floridában most... Hogy törvénytelen. Leültették a srácot 5 évre. Nem mindegyikben van ilyen. Hát nem tudom, a államoktól eltérve nem tudom, hogy van. Persze. Magyarországon se nézi jó szemmel az elmű, hogy te a panellakásban a 8. emeleten kirakod, nem az a baj, elvitett a rendőrre. Az a baj, hogy kirakod a napelemet a panellakásra, kirakod a napelemet, és visszatermeled az áramot. Hát annyi papírt alá kell írnod, hogy két irányú legyen az órát, ez borzasztó. Nagy dolog, mi megcsináltuk, és annyira jó. Persze, hogy jó, csak amikor visszafelé termelsz, már nem jó. Mert akkor az elműnek kell kihozni a pénzt, és az nem vicces. Igen, tehát te kifelé nem termelhetsz. Borzasztó. De miért akarsz? Kirok egy elősszervezőt, hogy ajánlékba. Még ezen még dolgozni kell, szóval nem egyszer. De mi kiszámoltuk, hogy mennyi lesz nagyjából a mi stimmel, egyenlőségben lesz, és többet termünk, akkor ezzel meg fogad. Na, Már nagyon kiakadtam, hogy amikor volt, hogy elmentem, volt ez a nagy cetterőrület, akarták adni a napfényt, a friss levegőt, meg a főző friss vizet. Pénzé, venni nyugodtan, az jó lesz neked. Nem, hogy alapból, ez a technológia, jó perc, majd technológia, de hát most ha ilyen szinten van, akkor hova fog jutni a világ? Hát amit megbeszéltük. Ha nem vigyázunk, akkor jön a Mad Max, bizony. Jön a Mad Max, azt nézzük. Kínában egy kanadai cég értékesíti a friss levegőt, így van. Ráadásul ilyen kólás, fém palackban. Tehát kinyitott, egy sluk, király, 600 forint. Átszámítva, ugye ottani pénzből 600 forintért friss levegőt. Egy. Hát nem tudom, meg kéne nézni a neten, hogy... Az őkből, hogy borzasztó. Ez még poén szinten. Nem vicces, szerintem sem. Na menjünk tovább. Na, akkor egy kicsit a formákról. Ugye egyszerűbb szögletes falakat építeni, de igazából stabilabb, a kevesebb anyag kell a kupola alapú épületekhez, mint például ezek a csinos kis ezen a képen pedig egy úgynevezett földhajót láthatunk, ami jelenleg a talán legkörnyezetbarátabb plastikus. Igen, mivel jó rész hulladékokból építik, és mindig domboldalva, a föld pedig, mint tudjuk, nagyon jó hőszigetelő. Most van egy állam, New Mexico, ahol indult ez a dolog, és az van egy terület, ilyen félsivatagos terület. Itt tucat szám vannak, amikor én néztem róla egy videót, akkor a tervezett 130-ból 60 valamennyi volt, ilyen földhajó, azóta biztos több. Most nekik nagyon betett volt, ha nem használhatnák a saját energiáikat. Még éppenséggel nem hallottam arról, hogy igaz, emiatt problémát láttak, úgyhogy szerintem nem minden államban van ez, amit most de nyilván ez egy probléma, hogy egyáltalán egy államban is van. A közlekedés egyértelműen a kör alapú városokban a leggyorsabb. Ugye gondolok arra, hogy ennek a városnak a bármelyik pontján baleset érne bennünket, akkor ugyanolyan eséllyel és gyorsasággal tud kérni mondjuk a mentőjétől.
mint egy olyan városban, amit véletlenszerűen terveztek meg. Mint például Budapest, amit véletlenszerűen terveztek. Igen. Ja, lovas kocsira. Már rájöttünk, hogy a középkori lovas szekerekre tervezett szükségvárosok átépítése helyen sokkal egyszerűbb volna új modern városokat építeni, amiket már eleveit terveznek, hogy önön látók legyenek. Például lehet azt csinálni, hogy a Budapest mellett elkezdünk építeni egy ilyen kör alakú kerületnek megfelelő városrészt. Az embereket nem egyszerű ez a dolog, de most elméletben egy gondolat, az embereket csupa jó dologgal oda csábítjuk, mindenki átköltözik, aki nem akar az, azt is. Aztán nyilván egy gondolat kísérlet, fenntartatóság szempontból, nyilván nem így meg ez a dolog. Géppisztolya, átmész! Nem kell egy nagy dologra gondolni, de megépítenünk az egyik szélső követ mellett egy ilyen körülakú várost, hát várost, mert az önmaga már egy városen, mellette lévőt ledózerolnám. Oda is építenénk a anyagokból egy körülakú város, és akkor így mennénk. És akkor igazából csak nem kellett még egy Budapest kerületet beépíteni, csak egy kerülettel többet. És akkor így végig mennénk az összes kerület. Persze, csak egy gondolat kísérlet. Ez a kísérlet, ez megtörtént Oroszországban, 1840 valami, nem tudom. Moszkva mellett csináltak egy kör alakú várost, és kísérleti jelleggel, így géppisztolyjal átvittek embereket, lezárták fallal, tehát nem lehetett kijönni, és kívülről nézették, ilyen nagy őrtornyukat kirakta, és nézték, hogy boldogulnak ott benne az emberek, mint egy ilyen emberi állatkert, és bevitték, bármilyen anyagra volt szükségük, egy-két héten belül ott volt a kapunál, de ki nem jöttek, mert ugye lelőtték őket, lenyilaszták őket, de nyersanyag az ment befelé. És egy idő után már nem kellett túl nyersanyag, mert megcsináltak a házaikat, és tök jól el voltak. És utána már az őrök kezdtek fogyni, mert a falnak a belső falán mentek le kötélen, és a kötelet már nem vágták le. Oroszország, Moszkva mellett nem messze. Majd csinálok egy ilyen tájékoztató, hogy hol volt, mikor volt, stb. Érdemes utána nézni, mert rengeteg ilyen kísérlet volt, nem csak Oroszországban. Utána be kellett menni dózerral, mindent eldózerolni, stb. Mert sajnos hatékonyabb számok jöttek ki a mutatók alapján, mint amit maga Moszkva tudott felmutatni. Mikor? És az akkori vezér ez nem... 1840-ben volt valami. Nem mostanában volt ez. Mert ha mostanában csinálnák meg, annak olyan sajtó visszhangja lenne, hogy az embertelen. És ezek a... Na, ott egy másik. Ez Izraelben van, bizonyos Nepal város, amit eleve így gondolkoztak, hogy talán hatékonyabb lenne körül a nekik. Igen, de ott még a földet műveljék. Igen. Ugye a földművelés. Tehát Venus Projectben is lenne földművelés. Igen, csak függőlegesen, nem viszintesen, mert borzasztó helypazarlás. Látod, itt ez mondjuk az földművelésnek fenntartott terület, ez meg a vertikális part. Így van. A vertikális far mellett nincs földművelés. De az a... Majd megmutatom neked a tervet, hogy mi hogy néz ki. Jó, hát én meg néztem egy előadást, és konkrétan beszéltek erről. Na, menjünk tovább. Autó. Fenntartható közlekedés, ennek is a helyi változata. Rövidebb út, akkor azt mondtuk autót, mert hát célszerű sok esetben, de már nem kell aggódnunk amiatt, hogy balesetet szenvedünk, mert vannak olyan autók, amik tényleg maguktól tudnak vezetni, méghozzá biztonságosan. Nyilván ebbe be lehet volni bűnű, ittas, dolgos embereknek, de minél nagyobb arányban lennének ilyenek, annál kisebb lenne, annál jobban csökkenne a balesetek előfordulás aránya. USA-ban ezek már több mint 500 ezer kilométert vezettek, városban és autópályán. Egyaránt anélkül, hogy balesetet okoztak volna. Ugye beleszaladtak már néhányan, nem 11-12 ember beleszaladt. Igen, de az emberi hiba volt az összes. De nem a gép okozta. Hogyha nem tud megoldani egy helyzetet, akkor inkább kiáll a forgalomba. Világszerte 1,2 millió ember hal meg autóbalesetben, aminek most már, hogyha ezt maximalizálnak, akkor nem kellene megtörténni. A számítógépek ugyanis nem hajtanak gyorsabban, mint kellene, nem idegeskednek, nem telefonálnak, nem bújtanak, nem fáradnak el. Nem fáradnak el, stb. És ugye már van elektromos autó is. Ja, és ahogy a rendőr barátom mondta, bocsánat, hogy félbeszaktak, nem kenik meg a májkrémes kenyeret, amikor sebességet váltanak. Volt bizony. Tehát olyan dolgok van a police.hu-n, a Facebookon, ki van téve a kép,
le van fényképezve a csaj, laptop nyitva, hamburger a kezébe, és kent a májkrémes kenyeret, amikor váltott kettesbe és indult. És akkor most már szerintem akkor hajt abban. Ez katasztrófa. Na halljuk az előadás gyerekek, így nem leszünk soha végig. Két technológiát ötvözve egyszerre tehetjük biztonságosan és környezetbaráttá az autózást, ugye meg az egyik sem. Most szokták mondani, hogy na jó, hát elektromos lenne az autó, akkor is csak egyes források szerint csak 80%-a lenne a kibocsátásnak, más források szerint le lehetne nyomni a 20%-ára. Nyilván minél inkább elektromos hajtással rendelkeznek a nyersanyag kitermésben rendelkező gépek, és maguk az ipari folyamatok is, annál kisebb lenne az életciklus viszonylatban magának az elektromos autónak is a kibocsátása, meg hogyha minél többet újrahasznosítanak, mind belejátszik. Az, hogy most a Teslának állítólag 80%-a annyi az életciklus kibocsátása, mint egy hagyományos benzines autóra, azt még lehetne tovább nyomni egészen a nullához közelebb. Jó. Tényleg mondjuk, ez most ez sokat is gondolkoztam rajta, hogy vajon miért nem kollaborálnak a Tesla, vagy az Elon Musk, meg a Venus projekt, amikor nagy közös cél van nagyjából ott mind a kettőnél. És ott van egy csomó lé is, ugye, Elonkánál. Igen, az Elon Musk kivételesen nagy olyan vállalkozó, aki igen, igen, igen. Egyfajta erkős érzéke, meg feltartatóságért, tehát ilyen fehér holló. Így van. A Tesla nem. A Tesla egy profitorientált cég, ugyanúgy, mint a Tesco, meg a többiek, ugyanúgy a pénzért foglalkozik. Kitette az egész technológiát az internetre. Ez így van, csak senki fel is használja, gyártani. Fel is használhatja bárki, nincs is levédve. Így van, mégis ő csinál egyedül ilyen autót. Ez már a többiek hülyesége. Ez is igaz, ez is igaz. Így van, így van. Távolságközlekedés. A mágnes vasút azért tud 500 km per órával menni, mert mágneses levitációt alkalmaznak a súrlódás kiktatását. Na most, ha a légellenállást is kiktatnak, akkor és a több száz tonnás vonat helyett csak autóméretű, könnyű szerkezetes kapszulákat utaztatnánk, körülbelül másfél méteres vákumcsövekben, akkor akár az 5000 km per órás sebességet is elérhetnénk, mindez 50-szer kevesebb energia felhasználása, mint a mágnesos. Ugye az a technológia lényege, hogy energia hatékonyabb az, hogyha kiszivattyúzunk egy csőből a levegőt, és utána járatjuk benne vákumba a kapszulákat, mint az, hogy benne hagyjuk, nem költünk energiát a kiszivattyúzásra, de folyamatosítja. Szóval mint a dugattya. Ez egyébként az ET3-as rendszer, ez a kitalálója már volt is egy talán Los Angeles-i Z-napon, készített is vele interjút a TZN, viszonylag komoly összefonódás van, legalábbis a TZN szívecsücskel az ET3. Ezt a technológiát már most tesztelik, és hamarosan bemutatják a prototípusát. Ez nem csak a vasúthálózatot váltatja fel, mivel ötször gyorsabb, mint a repülőgép, akár a közlekedésnek ezt a rendkívül környezetszennyező fajtát is legalább részben kiküszöbhetjük. Most nyilván nem fogunk minden görög szigetre ilyet építeni, de ha például a Bering szorosra tervezett hídre építünk egy ilyen vákumcső rendszer, és ezt a gerincet végig visszük mondjuk egészen Londontól át a Transzibériai vonalon, Kamcsatkánál, de Kanadába, Alaszkánál, és levisszük mondjuk New Yorkig vagy Floridáig, akkor az egész világon, sőt tovább lehet menni, egészen Dél-Amerikáig el lehet ezt vinni. Előfordulhatna az, hogy sokkal gyorsabban eljutottunk Londonból, New Yorkba a félvilág megkerülésére, mint bekörülve a légvonalon, sőt még energiahatékonyabbak is lenni. Ja. Ugye, amikor az energiáról beszélünk, érdemes hozzátenni, hogy a mérlegnek két nyelve van. Nem csak azt számít, hogy hogyan termeljük az energiát, ezért mennyire fenntartható módon, hanem az is, hogy egyáltalán mennyit használunk fel, mennyire van szükség. A gazdasági folyamatok, azaz a termelés, elosztás, fogyasztás és újrahasznosítás észszerűsítésével rengeteg energiát nem spóroltunk egy társadalom, de akár saját magunk is sokat tehetünk ennek érdekében, nyilván kisebb volumenben. Néhány példa, a házak leszigetelése, autómegosztás,
milyen szerszámkölcsönzés, nyilván, hogyha van egyfajta bizalom egy helyi közösségbe, és kölcsönzik a szerszámokat, akkor nem kell mindenkinek megvenni a stílkörés, stb. Tehát az azt jelenti, hogy annyival kevesebb stílkörést kell legyártani, kevesebb energiát használhatásra van. Illetve ha tényleg csak azt veszünk meg, amire szükségünk van. És ez ugyanúgy érvényes az okostelefonokra és tabletekre is. Ugyanis ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor beismerjük, hogy okostelefonra, tabletre igazából csak nagyon keveseknek van igazán szüksége, akiknek munkájukból fakadóan folyamatosan internet közelben kell lennie. Az átlag ember inkább, és hát a félelemből veszi el, attól fél, hogyha nincs ilyen, akkor majd nem lesz menő, meg attól fél, hogy majd nem tudja megtehetni azt, amit a más. Ez státusz szimbólum lett manapság, amit egyébként lehet csökkenteni a társadalom rétegzettségére. Tehát minden kisebb egy társadalomban az egyenlőtlenség, annál kisebb szerepet kap a státusz szimbólum. Ez így van. Na, a szűkösség és bőség, ezt nem volt időm megfordítani szépen, de lehetett volna. De hogy mire is jók ezek a technológiai vívmányok és módszerek a gyakorlatban történő alkalmazások révén, és egyszerűen megfogalmazva a hiány és az alacsony hatékonyság a probléma, és a hozzáférési bőség és a technikai hatékonyság a megoldás arra, hogy mondjuk 15 éven belül ne szenvedjük el ezt a MIT által prognosztizált összeomlást, és egy kellemetlen világot, illetve hogy egyáltalán meg tudjuk azt valósítani, hogy folyamatosan javítjuk a társadalmi mutatókat, méghozzá fenntartható. Tehát még egyszer, hozzáférési bőség és technikai hatékonyság növelésre tudjuk ezt megtenni. Érdemes elmondani, hogy a hiány, illetve a szűkösségből fakad alapvetően ez a nagy versengés. Annak idején hiány volt, szűkösség, elkerülhetetlen volt, hogy versenyezzük a javakért. Elkerülhetetlen volt a felhalmozás révén az, hogy egyenlőtlen módon halmozzunk fel. Ez is mindenből fakad. És az egyenlőtlenségből jön egyfajta lenézés, ami pedig erőszakon is vezethet nagyon sokszor. Például a börtönökben az önben alacsony társadalmi osztályokban származó emberek kerülnek, és a elemzések azt mutatják, hogy a börtönök belüli erőszak és gyilkosságoknak a fő oka az az, hogy tiszteletlen volt velem szemben. Ugye ez, amit a jellemzően a disrespect szóval szoknak mondani. Az emberek alapvetően nem szeretik, ha lenézik őket, és ha valaki úgy nőtt föl, hogy őt és családját folyton lekezelték, az óriási mértékű frusztrációt okoz és gyakran erőszakhoz vezet. És ha véget akarunk vetni az erőszak legnagyobb részének, akkor az okokat kell megszüntetni, az elsődleges ok pedig a társadalom rétegződés jelenes oka. A jelenlegi rendszerben a megértés biztosításának egyetlen módja a fölhalmozás, ám ha mindenkinek biztosítanánk a megélhetést, például a makivarának lépén, akkor el tudna a megélhetési bűnözés, nyilván a drasztikus csökkenne a korrupció, nyilván nem tűnne el ez teljesen, de azért biztosan érzékeltő módon csökkenne. És mivel mindenki hozzáférne elég élelmiszer, az ivóvízhez, ami egyébként megtermelünk, csak nem mindenki kapja meg, ha mindenki hozzájutna az élelmiszerre, az ivóvízhez és a lakáshoz, akkor óriási stressz leesne az emberek válláról, egészen máshogy gondolnak és állnak hozzá egymáshoz. És erre képesek vagyunk, tehát megtermeljük, tehát bőven elég élelmiszerrel, bőven elég ivóvizet tudunk termelni, egyszerű pumpás módszerekkel, és még olcsóbb is, mint a Tesco Freeze. Hát, úgyhogy milyen szempontokat is félgattam, pedig még így is lentek vagyok. És sokan nem tudják, de például Magyarországon is, de Európában és USA-ban is több üres lakás van, mint hajléktalan. Itthon is. Itthon is. Itthon is. Magyarországon körülbelül 4-szer, USA-ban egy kimutatás szerint 2-szer annyi üres lakás, USA-ban már 6-szor, bizonyos kimutatások szerint 24-szer, de mindig, az a lényeg, mindig hogy azt tudják, hogy több. Nem feltétlenül van lakható állapotban, de azért az meglátható. Ezek csak a lakhatókra vonatkoznak. Itt Magyarországon, ami felmérés történt 2015 novemberben, igen. 2,5-szeres annyi vadonatúj, lakható, újépítésű, mint a teljes lakosság. Otthon lakók, a otthontalanok, a csillagpont ember, aki itthon van Magyarországon. Na, szóval ezt nem árt tudni. Csak ugye az volt, hogy néhány kézben
Igen. Jövedelmi különbségek, tucat társadalmi probléma gyökereit, például a drogfogyasztás, depressziós, mentális betegségek, tanulmányi teljesítmények, bűnözési, bebörtönzési ráták, ezek a társadalmi mutatók, az a közegészségnek a mutató számainak szóval. Ezek mindegyik egy gyakoribb az egyenlőtlenek társadalmakban, például USA-ban, Angliában, Portugáliában, a fejlett országok közül sokkal nagyobb ez a, mint a képen is látszik, hogy ezek egy ilyen agregált mutató. Sokkal gyakoribb ezek az országokban, amikben nagyobb az egyenlőtlenség, mint például Japánban, Norvégiában, Svédországban, ahol egyébként kisebb az egyenlőtlenség. Japán egy kicsit kilóg a sorban, mert ott nem a progresszív adózás révén érik el ezt a fele nagy egyenlőtlenséget, hanem eleve kisebbek a természetesen a jövedelmi különbségek. Tehát ott egy ilyen mentalitás formál persze az ország. És azt látjuk, hogy a progresszív adózással még kisebb egyenlőséget értek el a többi ország. Tehát még nem is kell feltétlenül a progresszív jövedelmadóhoz, ahhoz, hogy elérjük ezt az egyenlőséget. Mentalitás kérdés. Japánban, hogyha jó a főnök, akkor az én pénzemből adok még neki. Ez a durva. Tehát én keresek 100 000 forintot, a főnök ugyanúgy 100 000-et keres, és mivel jó főnök, én adok neki egy 10-est minden hónapban, önszántamból. És aki jól megvan vele elégedve, az meg 15-öt ad, és ebből kerül neki a pénze ki. Nem abból kerül ki, hogy ő eleve többet keres. Ezért van ott. Nem is tudom, hogy van, hogy... Ott nem fizetik az orvos sem. Ott nincs az orvosnak pénz. Akkor fizeted, amikor egészséges vagy. Igen, és akkor beteg vagy, mész oda és ingyen ellát. Nem, ez nem így van. Hogy valami, nem tudom, hogy fizetni. Hogy van ez? Hogy van ez a dolog? Ugyanúgy kell fizetni. Az a lényeg, hogy a ledolgozott éveid alapján, attól függően, hogy mennyit dolgoztál a társadalomban, az szerint csökken a bérezése. Vagy az orvosnak fizetendő járulékot. Tehát, hogyha te ledolgoztál 15 évet, és még az is számít, hogy hány helyen, akkor azt beszámítják, és annak van egy kalkulációja, és azt szerint fognak tőled pénzt levonni. Azért is sokan ezt nem kell fizetni, mert nem ott helyben kell fizetni, hanem éves fizetés van. Igen. De jó, de mindenki megfizetnie kell. De nekem egy valami feltűnt, itt biztos ti is látjátok a japán turistákat, főleg az idősek, mert az idősek utaznak. Általában nyugdíjasok. Mindegyik úgy vonszolja magát, úgy levonnak robbanva, pedig minthogyha, nem tudom, nagyon durvák. Tehát nem olyan... Az öngyilkossági arányuk a legmagasabb. Hát nem biztos. Gyanítom, többen mindig dolgoznak, mint nagyon. Igen, igen. Elhasználódnak. Igen, durvák. Gyanítom, az ottani fiatal többen dolgoznak. Azért nagyon-nagyon jó létben élnek, tehát meg lenne rá az esélyük, hogy kíméljék magukat, és ilyen fit nyugdíjasok lennének, de nem. Nem, mert a mások. Egyébként USA-ban is nagyon sokat dolgoznak. Na például az amerikai nyugdíjasok teljesen másképp néznek ki. Azok teljesen jó. Japánról is. Na menjünk tovább. Ez is ilyen merítés kérdés, hogy akiket éppen talál. Egyébként ezek, hogyan kapcsolódik az egyenlőtlenség és a társadalmi mutatók? Alapvetően arról van szó, hogy a létbizonytalanság és a társadalmi rétegződés, az alacsony státusz megélése hatalmas stresszel jár, és a stressz rendkívül sok esetben, mondható minden esetben, gyengíti az immunrendszert, és egyéb hormonális hatásai miatt nagyon sok negatív egészségügyi alapvetően nem is a stresszel van a gond, hanem hogyha nem tudjuk levezetni. Tehát például a kortizol szintje megemelkedik a testbe, az megnöveli a teljesítő képességünket. Alapvetően kétféleképpen lehet levezetni, vagy futni, vagy harcolni. Tehát ütjük a bobzsákot, ne egymás fejét is a bobzsákot, vagy elmegyünk futni. Ezt így lehet könnyen levezetni, és akkor lecsökken a kortizol szintje a szervezetünk. Erre van kitalálva. A stressz helyzetből vagyunk, evolúciós dolog, stressz helyzet ér minket, akkor megnövekszik a kortizol, megnövekszik a teljesítőképességünk, megoldjuk a stressz helyzetet. Elmenekülünk, vagy harcolunk. Na de hogyha nincs lehetőség, a főnöknek nem pofázhatsz vissza. Meg nem ütheted be a képét, meg nem mehetsz el a munkahelyedről futni, csak úgy.
akkor ott marad benne a szervezetedbe, és kiír. Ez a lényeg. Na, hozzáférési bőség. Ez a címe, azért van az fűz, hogy nincs szükség tulajdonra. Legalábbis a legtöbb esetben nyilván higiéniai okokból van értelme annak, hogy mindenkinek saját asfalevője, fésülje, szempillaspirálja, stb. Legyen. De például az olyan esetekben, mint autó, ami idejének 90%-át... Fúrógép. Igen, fúrógép, stépkörés, stb. Ilyen idejének 90%-át használatlan történt, azt jó részét kárhat legyártani. Mert hogyha megosztanak egymással, lenne az a bizalom, akkor sokkal kevesebb nyersanyagot és energiát kellett volna már elhasználni. És ugye nem annyira távol tőlünk ez a dolog. Van erre példa, például ott vannak a könyvtárak, ott is megosztjuk egymással a könyveket, egy fix díjért, a tagsági díjért, vagy itt vannak ezek a kocsik, amikért hát közvetlenül fizetni nem is kell. Egyszerűen arról van szó, hogy a rendeltetési helyén, ahol használni kell, mindig bőséggel rendelkezésre, és a kutyának nem jut eszébe, vagy legalább... Hogy hazavigye. Igen, de minek szórakozzon vele, úgyis csak arra jó, hogy bevásárolni, és az ott mindig van elég. És ezt más helyeken is meg lehet oldani, más tárgyakat, és ugye nem gondolunk a legtöbb dologra, mint a bevásárolás, hanem ragasztunk ezzel. De például az autókat hozzáférés alatt használják, mint például a ülővel, szipkán, stb., akkor nagy balját csökkent ezt a nyerségek és energiai. Ugye ez hozzájárul az, amit az előző részben mondtuk, hogy terjed, és terjedetben még gyorsabban, és az önjáró autó. Ugye a taxi díjban az a legnagyobb tétel, hogy kifizessük a taxist, és sokan nem tudják, de hogyha lehetne automatizálni a vezetést, akkor itt a taxi díjak hirtelen töredékére csökkennének. Ezt érdemes fejben tartani, és hogyha valaki ebben gondolkozik, akkor tudni, hogy ez így a kettő egyik működik. Tehát automegosztás és önjáró autók az így nagyon jó. Lenne megint forgalomlezárás. Jó erről így beszélni, főleg az Uber sztrájk után. Egyébként az Uberre nem feltétlenül tudok teljesen azonosulni, mert mindig leszívja azt a 20% sápot, amiért igazából ő nem dolgozott meg, kitalálta a szerencse, oké, adja el, vedd meg, de az, hogy mindig minden bevételet a 20%-et leszívja, ez kicsit. Ütök ugyanis nem csak egy felesleges, de egyenesen lehetetlen, főleg a népesség növekedés és a nyersanyagok pusztítása révén. Nem pusztítjuk, csak olyan formában arra, hogy hozzáférjük. Ez empirikus módon is mérhető. Tehát annak érdekében, hogy kielégítessük szükségleteinket, az hozzá kell férni. Nyilván az élelmiszer ilyen szempontból speciális, mert ugye azt használat pont abból áll, hogy elpusztítjuk, azaz megesszük, de erre szokták mondani, hogy az a tiéd, amit megeszel. Érdemes hozzátenni, az erőforrás alapú gazdaság nem kommunizmus és nem szocializmus, és egyébként kommunizmus és szocializmus között is van különbség. A kommunizmus egy 19. századi idealista eszme, amely egy állam nélküli és pénz nélküli társadalmat vizionál, azonban az emberi tényező miatt feltehetően mindig szükség lesz valamilyen formában rendőrségre, börtönökre, elmegyógyi intézetre. Az az állam valamilyen formájára. Az sem biztos, hogy a pénzt valamikor vagy bármikor teljesen ki tudnánk küszöbölni, hiszen elképzelhető, hogy bizonyos javakból, szolgáltatásokból, még ha csak átmenetileg is hiány adódhat, hát gondoljunk itt ilyenekre, jelenleg ilyen tudnánk hirtelen mondani, mint arany, platina, ritka fémek,
űrutazás, stb. Lehet, hogy egyszer majd a asztraloida bányászottan lesz elég platina. Mindenkinek, hogyha használni akarja, de jelen esetben valószínűleg ez tovább is ilyen szépen maradhatna. De hát az átlag embernek mi köze van platinál? Tud, miért akar platinál ahhoz, hogy élje a kis boldog életét? Egyszerűen is meg lehet oldani. Ilyen anyagok nélkül. Meg hát talán nem is mindenki akar így utazni. De hogyha akar, jelen esetben valószínűleg szűkös erőforrások kellenek hozzá, szűkös keretek, szűkös technológia, hát valószínűleg azért fizet kell. Másik, amivel az ELG-t sokszor tévesen azonosítják, az a szocializmus. Ám a szocializmus valójában csak a piacgazdaság egyik speciális formája, úgyis milyen államkapitalizmus, nem feltétlenül találva ez az képidős a kapitalizmus magántulajdon kellene. De a lényeg az, hogy a szocialista gazdaság alapjai ugyanúgy a pénz, munkabér, kamat, tulajdon, csak éppen a termelő eszközök jellemzően állami tulajdonban vannak. Ugyanígy van itt is piac, a szocializmusban volt piac, csak hát igazán mereven szabályozott piac volt és tervezett. Fontos gondolat, hogy alapvetően 10 évben nem egy utópiának tartják az erőforrás alapú gazdaságot. Utóbbi ugyanis nem létezik, tehát nincs tökéletes társadalom, soha nem volt, valószínűleg nem is lesz, csak egy sokkal jobb, kevesebb, felesleges szenvedés eredményező rendszer, mint ami most van. Nyilván senki sem bánna, hogyha például a felesleges szenvedést ki tudták iktatni, azok esetben fettebb bemutott módszerekkel, amire egyébként képesek vagyunk. Csak vissza kell térni abban a mentalitásban ahhoz, hogy a piac helyett a közösségtől, a természettől váljuk a megérhetésünket. És mint utaltunk rá, piacra egyre kevésbé váratjuk az automatizálás exponenciális terjedése. Igazából a jelenlegi rendszer kellene úgy tekintenem, mint egy utópiára, ami kudarcot vallott. Ugyanis ez azt ígéri, hogy a véges erőforrásokkal rendelkező bolygón állandó növekedés mellett és verseny mellett egyszer csak majd valami csodás módon mindenki boldogan élhet. Ugye verseny arról szól, hogy vannak nyertesek és vesztesek. Soha semmi lesz egy verseny alapú rendszerben olyan, hogy mindenki boldogul él. Ez ennek evidenciának kellene lennie, mert az emberek nem feltétlenül hajlandóak 5 másodpercet felszállni, ezt végig gondolják. Biztos úgy vannak elő, hogy na majd én megmenekülök ettől a boldogtalanságtól, és akkor majd ezért most ez nekem jó ez a rendszer. Csak hát majd középkorunkban majd a többség rájön, hogy hát nem ő tartozik az 1%-hoz, lehet addig nem a legkésőbb. Na, ez egy hatalmas önellenmondás, és már látjuk is a rendszer hiányosságait, és annak borzalmas következményeit, például a szeméthegyek, szegénység és a létfenntartó folyamatok hagyatása, amiről van egy remek Kantian cikk, és az egyik, nem tudom, biológus vagy klimatológus szóvá is tette, hogy ez a rendszer alkalmatlan a fenntartatóság emlésére. Azt nem tudjuk, hogy ő neki volt alternatív javaslata, de legalább már eljutottak egyet. A rendszer csak akkor lehet hosszú távú, vagy bármilyen rendszer csak akkor lehet hosszú távon fenntartható, ha megvannak benne a megfelelő visszacsatolási mechanizmusok. És nincsenek benne olyan pozitív visszacsatolások, amik az összeomlás felé mozdítják el. Ez nem mondható el a piacgazdaságra. Viszont az erőforrás alapú gazdaság három alappillére, az erőforrások számbavételezése, a dinamikus egyensúlyra való törekvés, tehát mindig megvan az a negatív, illetve szükséges pozitív visszacsatás, hogy a nyersanyagok erőforrások szempontjából mindig meg legyen a szükséges mennyiség, annak céljából, hogy a társadalmi mutatók ne lehetőség szerint javuljanak. És ott van még a stratégiai dizájn, aminek egyébként fontos része az itt látható kis
animáció, vagy legalábbis az reprezentálja azt, hogy léteznek már nem csak CAD, azaz Computer Assisted Design programok, hanem KEI, nem tudom, hogy kell elmondani. Szóval számítógéppel segített mérnöki programok, amikben eleve le lehet tesztelni, hogyan működnek a betervezett rendszerek. Szóval nem feltétlenül kell egy autoprototípust megépíteni és ütköztetni, hanem a számítógéppel le lehet modellezni, hogy hogyan viselkedne. Ezzel erőforrásokat lehet megtakarítani. És ugye ha ezt arra használjuk, hogy minden tartósabbak legyenek a javak, és minden könnyebben automatizálható, újrahasznosítható, akkor annyival kevesebb versenyt energiát igény egész életciklus után. Na most itt egy komoly dolog, hogy hogyan induljunk ezen az úton, meg mi az út. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha marad, ami most van, és arra ezzel kapcsolatban elmondható, hogy ha minden úgy marad, ahogy most, akkor előre láthatóan 15 éven belül köszönjük a jelenlegi rendszer. Erről már beszéltünk az elején. Viszont az a helyzet, hogy ha sikerül megelőznünk, akkor epic vagyunk. Ha nem, akkor óriási kudarcot hallottunk, és az egész emberiségnek nem sok jövője marad. Tehát igazából nincs veszíteni való. Ha nem sikerül, nem sikerül, de mi megpróbáltunk, viszont rajtunk kívül nem nagyon fogja más csinálni. Tehát onnantól kezdve, hogy mindezt tudjuk, ez a mi felelősségünk, ezt csinálni és nem feladni. Majd 2029-ben látjuk, hogy nem változott semmi, és még mindig a GDP. GDP, meg az ökológiai lábnyom, meg még mindig részben tart a folyamat hanyatlóban, akkor le lehet azon gondolkodni, hogy feladjuk, de egyelőre még van 14 évünk, úgyhogy lehet csinálni a dolgokat. Szóval rajtunk múlik alapvetően a kommunikációban. Léteznek törekvések arra, hogy egyes közösségi kukőfalvakat vagy fenntartható falvakat alapítsanak, ám a társadalom nagy része jelenleg nem tudja, hogy ez lényegében az egyetlen lehetősége a fennmaradásra, az a rendszertől való függetlenedés, hogy tetszik lecsapjuk ezen átvészfal. Sőt, ettől szerint maguk az ökofalvaknak a szervezői sem. Tehát amikor én elmentem egy ilyen találkozóra, és felszólaltam ilyen témában, igyekeztem velük megértetni azt, hogy itt nagy gondok lesznek, rövid időn belül, és talán mindenkinek arra felé kellene elmenni, amit ők csinálnak. És amikor az egész rendezvénynek a szervezőjével utána beszéltem pár percet, akkor ilyet mondott, hogy hát ő nem feltétlenül azt az ilyen ideológiákat. Tehát nekem egy kicsit rosszul esett, hogy ideológiákkal társította azt az egész gondolatot, amiről egy kicsit beszéltem, mert pont nem az ideológiákról szól, hanem az ideológiák elhagyásáról. Talán megér még egy e-mailt, de szóval a lényeg az, hogy sokszor maguk a ökofalvak sem tudják, hogy miért csinálják azt, hogy csinálnak, hogy nincs igazából cél, csak jó és happy, meg jó. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a jelenlegi struktúra haszonélvezői valószínűleg igyekezni fognak majd megátolni a mondjuk úgy a törekvéseinkben, ha látóterükbe kerülünk, és úgy érzik, hogy talán még veszélyesek is lehetünk a kutyáikra. Hisz egy békés együttműködő fenntartható világ egyszerűen nem megvalósítható az idei múlt korlátozott hatékonyságra adó rendszer keretein belül. Erre egy jó példa a hadipar. Ezen iparág termelő eszközeinek tulajdonosai nyilván mindent megtennének a világ béke ellen, és hatékonyan meg is tesznek. Lásd a például az USA politika elleni befolyásolása. A mozgalom legfontosabb célja az emberek informálása és az életében fenntarthatóság irányába történő fejlesztése társadalmi szinten. Legfontosabb feladatunk, tehát a kommunikáció. Ezt végezhetjük az interneten, szociális médián keresztül, bár ez talán nem túl hatékony módszer. Kicsit jó, ha személyesen beszélgetünk az emberekkel ezekről, a szmortok helyett vagy flyereket osztogatunk, lehetőség szerint olyan események kapcsán, mint egy, ami egy problémára fókuszál, például leleplező dokumentumfilm vetítéssel, utána kijövőknél ilyeneket adogatni, beszélgetni velük.
vagy egy demonstráció, nem aktívan részt venni a demonstráció, hanem mondjuk oda menni, flyereket osztogatni, beszélni az emberekkel, hogy miért is vannak itt, és hogy meg lehetne előzni, és nem kéne minden 4 évente, 5 évente, igazából mindig van valami demonstráció, nem kéne itt állandóan demonstrálni, hogyha elejét veszünk a dolgokat. De talán a leghasznosabb, a iskolákban tartunk előadásokat, és a gyerekeknek a fejében még nincsenek meg ezek a berögzült gondolkodási sémák. Ezek mellett persze részt vettünk jótékosági programokban, valamint fenntartó falvak szervezésében is, de meg lehet, hogy rájövünk, hogy időnk és energiánk hatékonyabb felhasználás, kommunikáció. Nem most olyan kommunikáljuk, ahhoz, hogy elérhessük ezt a változást, és valamennyire jobbá tehessük a világot, vagy legalább elodászhassuk ezt az összeomlást, egy békés, erőszakmentes kritikus tömegre van szükség, és mindennek előtt példamutatásra életünk minden terén kerüljük a vitát. Nem vitatkozunk senkivel, ebben is a vita formátumot kerüljük, ami egy ilyen szembeállásra épít. Ahelyett, hogy szembeálljunk valakivel és elfogadjuk azt, hogy ő így gondolja, mi úgy gondoljuk, és akkor csak azért is, meg még piszkáljuk is, meg hagyjuk, hogy ő is piszkáljon. Tehát, hogyha valaki elkezd piszkálni, mondjuk el, hogy ez ellenségeskedés, ez nem jó. Bocsi, létszi, vegyetek el laptopot az ajtóból, mert nem tudom, mert kiben menni a vendéget, és előbb szóltak, hogy el lett a kérlek, már az ajtóba ujjatok, köszönöm. Nem figyel arra, amit mondasz. Amúgy. Nem figyel arra, amit mondasz. Jó. Mindegy. Nem baj, mi figyelünk. Jó. Lényeg az, hogy... tehát, miután rámutattunk arra, hogy ellenségeskedik valaki, igyekezzük elérni, hogy ne ez legyen az alapfonokodat, és ehhez folytassunk igazi párbeszédet. A kérdéseket teszünk fel, ha ő nem, mi kérdéseket teszünk fel, és aktívan megfigyeljük az adott válaszokat, és kihámozzuk belőle, hogy mik azok az értékek, tévhitek, aggodalmak, ami miatt ő ezt vallja, ezt hiszi, ezt mondja. Na meg az is lehet, hogy igazából ugyanazt szeretnénk, csak valami mélyen gyökerező tévhit miatt ő egészen más eredményre jutott, hogy mit kell csinálni, hogy jobb legyen a világ. De ezeket le lehet lepezni, meg lehet értetni, és felismerik az emberek. Nekem ez a tapasztalatom legalábbis, hogyha nem ellenségesen közelítek, akkor felismerik, hogy ebbe ez tévhit volt, és átértékelik. És akkor már egy ilyen szabad a pálya. Ezután mutassunk rá, hogy ebben és ebben egyetértünk. Tehát például az adott közös értéket, aggodalmat. Mutassunk rá, hogy ezekben egyetértünk. Kezdjük ezzel a mondantunkat. És utána mondjuk el, hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat megelőzni, vagy sokkal hatékonyabban megoldani egy egészen új szemléletmóddal, egy erőforrásalapú gazdasággal. Ez az erőforrásalapú gazdaság lehet, hogy a legvégén jöjjön be, itt a gondolatmenetet igyekezzünk átadni. Aztán elkerülendő, hogy lekopulsa az a napot. A szóban forgó kritikus tömeg egyébként talán meglepő módon nem több, mint a társadalom 10%-a. Voltak erről kutatások, hogy amíg nincs meg ez a 10%, addig nagyon, hát addig, ha hagynánk mindent úgy, ahogy van, akkor soha nem érnénk egy ilyen kritikus tömeget, soha nem érnénk el a társadalom gondolkodás mondjának megváltoztatását, de onnantól kezdve, hogy elértük a 10%-ot, onnantól kezdve hetek, hónapok alatt lezajlik egy ilyen fordulat a társadalom egészében. Ez például ez egy modell alapult, és a arab tavasz esetén bebizonyosodott, hogy ez így is van. Tehát hetek alatt. Most ilyen ezreléknél tartunk körülbelül? Hát ha azt vesszük, hogy a Zeitgeist Hungary... Most itt csak az országot mondom. Itt az országon belül. Zeitgeist Hungary-nél most van 35 ezer feliratkozója, igazából 20-szor ennyi kellene, és akkor már úgy... Mondjuk az is igaz, hogy... 35 ezerből vagyunk itt most... Igen. Nem. A 35 ezeres Zeitgeist Hungary nem osztotta meg azt, hogy menjetek ide. Ne felejtsd el, hogy... De megosztotta. Megosztotta? Amikor elindultam, akkor még nem láttam, hogy ez meg lett volna osztva.
Már kétszer is azt hiszem. De figyelj, én is onnan tudtam, hogy ez lesz. És a többi nem tudta, hogy ez lesz? Hát ezt kérdezem én is. Ez az nem feliratkozó akkor, hanem csak belájkolta és kész? Nem? Tehát szó szerint nem jutott el hozzá az infó. Én nekem az érdeklődésem meg tükrözi, és akkor az én kis falamon megjelenő tartalmakra én sok kíváncsi vagyok, vagy így tartok. Oké, de most ő azt mondta, hogy jó, onnan jött ide? De akkor te feliratkozó vagy, akkor a másik nem az? De, én mondom neked, de nekem csak nem aktivista, vagy nem komoly érdeklődő. Nem tudom ezt így számokba kifejezni. Jó, de megjelent, hogy ez de mennyien jöttetek onnan? Te is az Egész Hungariról jöttél? Nem, Facebookon láttalak meg titeket. De várjál már. Facebookos, nem a honlapról. Azt mondom, hogy az Egész Hungarinak a Facebookon, azaz posztja, amiatt vagy itt, igen, az két fő. Te is onnan jöttél? Én ezt Stellával privátbe kommunikáltam, hogy ez lesz. Az külön van. Tehát csak ketten jöttetek 35 ezerből, nagyon durva százalék. Ez nagyon kevés. Szerintem az a 35 ezer, aki rajta volt, az nem robot. Talán nem robot, remélhetőleg.